heti rendszerességgel zajlik a helyi operatív törzs ülése, aminek résztvevői a helyi polgárőrök, a közterületfelügyelet, a rendőrség, az önkormányzat vezetése, a polgármesteri hivatal vezetése, a helyi gyermekorvos, házi orvos, tehát mindenki, aki felelős azért, hogy Nagykovácsi biztonságban legyen, hogy a Nagykovácsi emberek biztonságban lehessenek. Milyen eredményeket tudnak elkönyvelni? Az eredményén azt gondolom, hogy az, hogy nagypácsai lakossága egyelőre úgy tűnik, hogy nem fertőzött, nincsen a településen tudtunkkal beteg. Akik karanténban vannak, azok jellemzően külföldről hazaérkező lakótársaink, és eddig még szerencsére egyiküknél sem volt kimutatható a koronavírus. És hát eredmény az is, hogy a településen a hétvégi lezárások eredményeképpen nem történt nagy, vándorlás nem történt nagy, kirándulás, és így azt gondolom, hogy így megvédhettük nagy Kovácsi lakosságát. Nagy Kovácsiba is nagyon tevékenyek a polgárőrök most a vírushelyzet miatt. Milyen feladatokat végeznek? A legfontosabb feladataink az elmúlt négy hét, hét végén során nem más volt, mint hogy Nagykovácsi közbiztonságára vigyázzunk, és ezen belül kiemelt volt az, hogy az ide látogatókat arra kértük, hogy tartsák be a rendeletet és lehetőleg ezt a szabadidős tevékenységet most, hogyha nem itt laknak és nem itt élnek szeren, akkor ne itt végezzék. Emellett Nagykovácsi polgárőrségének az a feladata, hogy betartsa a karanténszabályokat, és azokat, akik rászorulók, akik segítséget igényel, Akár idősebbeket, őket el tudjuk látni. Tehát ételszállítás, hogyha szükség van arra, akkor akár bevásárlás, ha szükség van arra, akkor értesítése a különböző szolgáltatóknak, hogy valaki, aki erre rászorul, legyenek kedvesek őket ellátni, és akkor ezt mi magunk is megtesszük, akár járőrkocsival, akár pedig személyesen. A készülénti szolgálatnak nagyjából 50 fő a tagja, és ezenből a polgárőrség pedig 20 fővel rendelkezik. 20 aktív tagunk van, aki akár hétvégén, akár éjszaka, akár nappal hadra fogható, és teljesen önkéntesen, lelkesen a falu érdekében végzi ezen tevékenységét. Volt valami kiemelkedő eset, amit érdemes lenne elmesélni? Igen, volt olyan esetünk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a település lakói ez alatt a, a négy hét vége alatt számtalan szor kijöttek különböző támogatás szóban, és akár, akár vízzel, vagy vagy üdítővel segítették a munkánkat, és bizony nagyon sokszor szükség is volt erre, hiszen elég meleg napokat éltünk meg. Ez köszönhető az időjárásnak is, de köszönhető ennek a helyzetnek ami, a mi életünkben, és remélem a későbbiek során nem fog ismét előfordulni.